Ezen az ajtón jöttek ki, ugye én zártam, már mondtam, hogy menjenek haza mindenki, erről már bezártam, hogy itt a hátsó ajtón jött ki mindenki, én még ugye belül voltam, még itt hallottam egy kis szóváltást, utána bezártam, megcsináltam az árás, jöttem ki, akkor már itt nem volt senki, akkor már elment mindenki. A Jászhegy-Kunszolnok megyei főügyészség 2022. május 20-án életveszélyt okozó testi sértés büntette miatt emelt vádat azzal a 40 év körüli férfival szemben, aki a vádirat szerint 2021. szeptember 18-án este 10 óra körül Öcsöd egyik borozójában dulakodni kezdett egy vele haragos viszonyban lévő férfival. A sértett a borozó kútjával szemben elhelyezett fából készült láda sarkába beverte a fejét és vérző sérülése keletkezett. A borozó tulajdonosa zárórát rendelt el, ezért a felek a borozó hátsó részébe mentek, ahol a sértett kezdeményezésére tovább folytatták vitájukat. A felek ezek után elhagyták a borozót. A vádlott az utcán, egy füves területen, közepes erővel, ököllel többször megütötte a sértett arcát, majd egy kis felületű, tompa felszínű, ismeretlen tárgyal nagy erővel a sértett fejére mért ütéseket. A sértett a kezével védekezett a vádlottal szemben, melynek következtében a sértett jobb kezén lévő római kettes új súlyosan megsérült. A vádlott bántalmazásának következtében a sértett ismét a földre zuhant. A vádlott cselekményt ekkor hagyta abba, majd a sértettet a helyszínen hagyva az akkori tartózkodási helyére távozott. A sértethez miután hazament, a hozzátartozói hívtak mentőt, és beszállították őt a kórházba. A sértett vállott bántalmazásának következtében sérüléseket szenvedett el. Lágyrész sérülések 8 napon belül gyógyulnak, míg a jobb kéz második új alapert szakításos jellegű törése, a homloküreg előső falának minimális elmozdulással járó darabos hátulsó falra is terjedő törése, a kemény burok feletti vérzés, a baloldali homloklebeny vérzéses agyzúzódása és a nyakszírcsont baloldali lemezének törése 8 napon túlgyógyuló sérülés volt, melynek tényleges gyógytartalma 4-5 hétre tehető. A baloldali homloklebeny vérzéses agyzúzódása, valamint a homloküreg törés vetületében kialakult kemény burok feletti vérzés sérülése életveszéllyel járó sérülés volt azzal, hogy maga az életveszélyes állapot az orvosi konzervatív kezelésnek köszönhetően nem alakult ki. Mindezekre tekintettel a vádlottat a BTK 164 szakasz 1 és 3 bekezdésében meghatározott és a 8 bekezdés első fordulata szerint minősülő életveszélyt okozó testi sértés büntettével vádolom. A sértett, aki a kezével próbált védekezni az ütések elől, súlyos, életveszéllyel járó koponyasérülés szenvedett, és eltört az egyik ujja is. Én elkezdtem az árást, ugye már zárás körül volt, bezártam, utána elküldtem haza mindenkit, hogy utána, hogy ők utcán, vagy valahol, hogy mit csináltak egymással, azt nem tudom, de itt az biztos, hogy szóváltás az volt köztük. A bántalmazást követően a saját lábán ment haza, de amint hazaért, a családtagjai azonnal mentőt hívtak hozzá.